Korábbi híradásunkban már beszámoltunk arról, hogy a Szélmalmi Kenel vezetője milyen rangos elismerésben részesült. A Szélmalmi Kenel életében sajnos nem csak szép dolgok történtek a tavalyi évben. Elpusztult a karcagi gyerekek kedvenc kutyusa Gigi. Ugye a karcag legeredményesebb kutyája volt, ugye mindenki ösmerte, mindenki nagyon szépen dolgozott, ugye a tüzes karikától kezdve mindent el, átugrott, hát hagytunk utódokat, hát bízok benne, hogy ők is fogják hozni a gigének a vonásába, és ők is fognak dolgozni. A vezető elmondta a televíziónknak, hogy májusban új munkakutya kiképző iskolát szeretnének indítani Karcagon. Várjuk a meghívásokat, és akkor ügyességék, ugye bemutatót tartunk, óvodákba, bölcsődékbe, meg iskolákba, bárhol meg így a városi rendezvényeken. Hát van tervünkbe, hogy a május 1 egy egy, egy házi munkakutya versenyt szeretnénk összehozni, hogyha sikerül, de bízunk benne, hogy meg tudjuk csinálni. Nekem is vannak unokáim, de büszke is vagyok rá, mert Karcagon volt a, a kutya kiállításunk, ugye szeptember végén, és mind a ketten indultak gyerekkutyapárba, Bencuska is, ő második helyezést ért el, el. is, ő negyedik helyezést, de ugye voltunk Jászberénybe, ott Mércsike a tenyész kutyapárba, ott második helyezést ért el. És már hogy az unokák is itt vannak, úgyhogy szervírozzuk, hogy ők is vegyenek részt. Ha ezek a kutyák nem bántanak gyereket, azért is szeretek velük menni, nagyon jól tudják, a picit gyerektől a nagyig, ugye mindig jönnek oda, ölelgeték, a német juhászunk is van, német dogunk is van, erdélykoppunk is van, úgyhogy ez mind gyerekkutya barátok. Hát foglalkozni kell vele, már elkezdjük ugye 6-7 hónapos korától kezdve, és akkor végig. Hát minden nap. De hát a kutyaiskola is azért van, hogy két, de ha nem tudok kimenni, akkor én itt a háznál is, ugye itt vannak az unokák, minden délután egy kicsit ugye vezetgetjük, labdázgatjuk vele, szoknak össze, mert most is vannak és fiatal kutyák, és akkor ugye így a jövőbeli kis kutyásokat is tanítom bele. Az iskolát vélhetően a gigi kutyusról fogják elnevezni. Most is egy új neve lesz a kutyaiskolának, és lehet, hogy vele fogjuk venni, mivel hogy ugye majd még visszük a kutyaiskolát tovább, és akkor így lehet, hogy úgy szervezzük meg, hogy akkor a gigi nevet beletesszük, mivel hogy a karcag híres kutyája volt. Na, ezt kell, hogy mondjam.